Tavasszal sokaknál jelentkezett az úgynevezett karanténfáradtság, ugyanis a pandémiás helyzetben kifejezetten nagy jelentősége van a személyes felelősségvállalásnak. Mindannyiunknak alkalmazkodnunk kell a korábban már bevezetésre került szabályokhoz, valamint az újabb intézkedésekhez saját magunk és mások védelme érdekében. Mindez nem várt kihívások elé állíthat minket, továbbá stresszt okozhat számunkra, árulta el Szabó Szalai Eszter televíziónak. A tanácsadó szakpszichológus kitért arra, hogy talán most az egyik legnagyobb nehézséget az okozza, hogy a korábban megszokott napi rutin teljesen megváltozott az otthoni munkavégzés, vagy éppen a digitális oktatás végett. Valamilyen napirendet az embernek akkor is muszáj magára erőltetnie, hogyha nem kell bejönni a munkahelyre, hogyha nem kell bemenni az iskolába. Nagyon ajánlott például ugyanúgy elindítani a reggelt, ugyanúgy meginni azt a kávét, aztán felöltözködni, és úgy leülni mondjuk az elé az online felület elé, mint hogyha ténylegesen én mondjuk iskolába készültem volna, vagy munkahelyre készültem volna. Ez az, ami így a legjobban tud segíteni mentálisan, mert hogy azt az érzetet adja, hogy nagyjából ugyanúgy mennek a napok tovább, mert hogy ma is meg kellett fésülködnöm, meg kellett mosakodnom, mert szükség van rám, mert dolgozok, vagy mert mondjuk megcsinálom az iskolai feladatokat. A szakember arról is beszélt, hogy gondolataink elterelésében az is segíthet, ha választunk magunknak egy hobbit. A testmozgás különféle formái vagy a kreativitást igénylő tevékenységek ugyanis olyan hormonokat szabadítanak fel, amelyek az örömérzetért felelősek, de emellett jó ötlet lehet akár tanulással tölteni az időnket otthon. Ilyenkor nagyon jó tud lenni, hogyha az ember önfejlesztésbe kezd, akár keres olyan könyveket vagy videótartalmakat, ami tud neki abban segíteni, hogy ő egyénileg is ebben a helyzetben erős tudjon maradni. Ilyenkor nagyon hasznos egyébként az internet, amin keresztül tényleg nagyon sok olyan tartalmat tud az ember mondjuk elérni, ami tud segíteni ebben a kilátástalan helyzetben. Ugyanakkor nyilván az internet is tud veszélyeket is rejteni, mert hogy nagyon sok rémhír, álhír terjed, ezeket viszont meg kell próbálni kizárni, és tényleg csak a tények elhagyatkozni és megbízható forrásokból tájékozódni. Szabó Szalai Eszter pozitívunként megemlítette, a felgyorsult világ talán most egy kicsit lelassul, és a családtagoknak több ideje jut egymásra. Nagyon fontosnak tartja, hogy az egyháztartásban élők minél többet kommunikáljanak, hiszen a felmerülő nehézségekben hosszú távon ez nyújthat megoldást. A pszichológus azt is hozzáfűzte, hogy hazánkban éjjel és nappal egyaránt több lelkisegélyszolgálat működik, melyeket baj esetén lehet tárcsázni. A képernyőn látható két elérhetőség díjmentesen hívható.